harang csendül, ének zendül, messze zsonga hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. Ady Endre Karácsony című versével vette kezdetét a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ hagyományos évzáró rendezvénye, melyen számos civil szervezet képviselője, illetve egyéb együttműködő partnerek vettek részt. A vers után a Széchenyi Senior Tánc csoport produkciója fokozta az ünnepi hangulatot. Az eseményen a kötetlen ünneplés mellett néhány hivatalos programelemre is sor került. Átadták a tanúsítványokat azoknak, akik a közelmúltban sikeresen elvégezték a civil szervezeti vezető online tanfolyamot. Szintén itt adták át a központ által életre hívott civilekért díjat, amivel azokat jutalmazzák, akik segítik a civileket abban, hogy minél hatékonyabban lássák el feladatukat. Nagyné Taracsák Judit számára ítéltük az idén a civilekért elnevezésű díjunkat, megköszönve azt a több évtizedes aktív tevékenységet, amit tanúsított a civil szervezetek, a civil kerekasztal, a civil fórum támogatásáért, illetve azt a nagyon empatikus hozzáállást megköszönve, amivel tényleg minden salgótarjáni és megyében, de megkockáztatom, hogy az országban működő szervezettel nagyon aktív kapcsolatrendszert ápolt. Fogadj szeretettel. Nagyon köszönöm, és azt hiszem, hogy nehéz bármit is mondani. Fogadj szeretettel. Nagyné Taracsák Judit 14 év után köszön le a Salgótarjáni Civilekért Közalapítvány vezetői posztjáról. Köszönöm azoknak, akik erre felterjesztettek, illetve köszönöm azoknak, akik a segítőim voltak a 14 év alatt. Sok minden történt. Nehézség is, szép is, öröm is, eredmény is, együttműködés. Nagyon sok emberrel találkoztam, akik hasonlóan szívük szerint, önkéntesként tették a dolgukat, és csak együtt, közösen tudtuk ezt csinálni. Különösen a civil házzal, a civil központtal, ami ugye civil központ lett, de a civil kerekasztallal, tehát sorolhatnám végig, ami emögött, a munka mögött van. Az alapítvány törekedett mindig arra, hogy megpróbáljon megfelelni szolgáltatásaival az elvárásoknak. Köszönöm szépen még egyszer. A hivatalos programokat követően a hagyományos töltött káposztával, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódott a rendezvény.